Sziasztok! Sziasztok! Február 25-én van ugye a kommunizmus áldozatainak az emléknapja Magyarországon, ezt 2000-ben, igen, azt hiszem 2000-ben vezette be a kormány, és hát Kovács Béla elrablásának a évfordulójára van ez illesztve. Ugye aki független kisgazdapártnak volt az egyik legfontosabb személyisége, és elvitték egyszerűen a Szovjetunióba. Mi természetesen nem akartunk elmenni emellett az emléknap mellett, sőt, szerettünk volna mi is megemlékezni rá, és mert egy filmes csatorna, azért egy filmhez fogjuk csatlakoztatni ezt az emléknapot. Nem is akármilyen filmhez. Nem is akármilyen filmhez, hanem a mások életéhez. Tudom, hogy ez furcsa, mert illet volna egy olyan filmet választani, ami a magyar kommunizmus áldozataihoz köthető, vagy szerint egy magyar filmet, de mi most mégis ezt választottuk, mert hozzá nagyon-nagyon közel áll, Gyuri is nagyon-nagyon szereti, és azt hiszem, hogy ez az egyik, ha nem a legjobb film ebben a témában. Tehát ami a kommunista diktatúrához köthető. Lám legalábbis azt hiszem, hogy ez volt. Vagy egyáltalán diktatúrákhoz. Egyébként tényleg ezáltal meg azt is lehet mondani, hogy ez talán egyik legdurvább ilyen diktatúrákhoz köthető, vagy diktatúrát leíró film. Már csak annál is inkább, mert hogy is mondjam, csak egy olyan szeletet láthatunk, a magánélet szeletét, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos, mert meg tudja mutatni azt, hogy milyen roncsoló, rongáló hatással volt a kommunizmus, nem csak úgy, hogy embereket öltek meg, és embereket börtönöztek be, hanem mennyire tönkreteszi az embereknek a magánéletét is. Kelet-Berlinbe járunk 1984-be, és hát alapvetően a keleti blokkon belül egy nagyon hasonló közeg, mint ami Magyarország volt, tehát így közel állhat hozzánk, és nagyon-nagyon tetszik, hogy egy művészi közeget látunk, hiszen egy színházi rendező a főszereplő, illetve az ő kedvese, aki pedig színésznő, és az őket megfigyelő Stasi ügynök, akinek megírja az a feladat, ami gyanús, nyilván minden művészt figyeltek, mindenki gyanús persze, mindenki gyanús, ugye? Az a gyanús, aki nem gyanús, mint a tanulról is fogunk majd filmet csinálni úgyis, vagy videót. Szóval a lényeg az, hogy megfigyelik őket, mert hát persze mindenki, aki ír, aki alkot, az kiemelt figyelmet kap, ugye? Egyébként szörnyű az ember, aki ugye a miniszter, hát tudod? Az borzasztó. Az borzasztó az alak, nem? Tehát egy elképesztő jó színészt is választotta. Az egyszerű hatalommal bíró ember. Igen. Egy gonosz is. Borzasztó, borzalmas. Egyébként a színész, aki játsza a megfigyelő tisztet, tehát a Stasi tisztet, az Ulrich Mühe, az egy remek német színész, szerintem az egyik legjobb német színész, egyébként sajnos meghalt, már pedig nem volt olyan idős, 50-valahány éves volt. Na mindegy, remek, remek művészek vannak ebben a filmben, és nagyon jó színészek nyilvánvalóan, de hát a történet az, ami magával ragadó, hiszen azt mutatja be, ahogy ez a megfigyelő tiszt egyre közelebb kerül a megfigyeltekhez, és megtetszik neki valamilyen szinten az ő életük és a karakterekhez, én azt gondolom, hogy elkezd ragaszkodni. Igen, az életükhöz. Az életükhöz, ez nagyon az szép. Az egy élet, az ővé az nem élet. Hát az nem. Igen, azt illik elmondani igazából a Gyurinak, hogy az ő élete az mennyire egy ilyen beszorult kis szocialista élet, amiben pláne neki, mint egy ilyen tisztnek, hogy igazából nézi a tévét, írja a jelentéseket, és hogy néha felúrik hozzá egy ilyen nagyon lerugott kelet-német utcalány, tehát az szörnyen néz ki, de mindegy, őstára nem is erről szól a történet, hanem arról, hogy tehát a megfigyeltekhez mennyire közel sodródik, és hogy nyilván nagyon, tehát érzelmileg elkezd kötődni nem csak a férfihez, vagy hát nem csak a színházi, hát nem csak az íróhoz, vagy színházi rendezőhöz, hanem különösen a nőhöz, a színésznőhöz, és meglátja ezeknek az embereknek, az életüknek a mindennapjaiban, ugye azt, hogy mennyire szép, ahogy egymáshoz viszonyulnak. Meg az emberséget is meglátja bennük. Így van, ez a legfontosabb. Ez a legfontosabb, mert így jön rá, hogy a rendszer, amit ő szolgál, az vele így romlott és beteg. És így kezd el óhatatlanul is valahogy a rendszer ellen lenni, pedig ő nem is tud róla eleinte. Igen. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon szép történet. Meg ennek a rendszernek a bűnei azok, ugye jól mondta Zabel, nem csak ez, hogy kit ölnek meg, meg kit nem ölnek meg, hanem az, hogy olyan dolgokra kényszeríti a sima átlag állampolgárt, ami nem összeegyeztethető annak a totál átlag embernek a becsületével. Hát igen. Tehát ugye a filmnek egy fontos témája az öngyilkosság, és egyébként el is hangzik, hogy
Kelet-Németország a második azon a listán, ahol a legtöbb az öngyilkosság. A legtöbb öngyilkosság az Magyarországon van ebben az időben. Csak ugye egy idő után ez már annyira cikki, hogy eltussolják ezeket az adatokat is. És hát miért lesz valaki öngyilkos? Azért, mert arra kényszerítik, hogy a szerettei ellen kémkedjen, igaztalan dolgokat mondjon, elhallgasson dolgokat, és ezt nem, különösen ezek a művész emberek nem tudják elviselni. Hát, meg hát nagyon sok embert lehetetlenítettek el változatos módon. Persze. Tehát egyébként sok színészt is. Tehát, hogy nagyon sok emberrel kicsesztek rettenetesen. Például, ha más nem mondjuk, a Tanú című filmben, ugye az Őze, aki a virágelvtárs, azt is teljesen el lehetetlenítették. Tehát nagyon igazából, igen, tehát ez az, hogy van világszerte több mint 100 millió áldozata a kommunizmusnak, és nyilván rájuk is emlékezünk így ezekben a napokban, de közben tényleg ott van 1 millió sorstragédia, élet, amik tönkrementek valamiképpen ebbe a rendszerbe, és valóban nagyon sokszor öngyilkosságig fajult a dolog. Az lehetett színész, ha színész akartál lenni, akkor lett ez színész, hogyha mindent úgy csinálta, hogy ők mondták. Az lehetett az, aki csinálta, szépen lesütötte a fejét, és bizonyos dolgokat nem mondott ki. Igen. Egyébként ez hosszú távon nehéz így élni. Hát, tehát, hogy... Persze rövid távon is. Nem, borzalmas, borzalmas. Tehát embere ellenes a kommunizmus, és minden, ami a kommunizmusnak a vetülete, minden egyes szegmense, az borzalmasan ártó az emberi életnek az ellensége minden szinten, és ezt remekül bemutatja ez a film is, amire azért is kell emlékezni egyébként, mert ennek a rendszernek, és ezt nem győzünk hangsúlyozni, a leszármazottai, a bűnök elkövetői közül még mindig sokan élnek. Nagy nyugdíjat kapnak, legalábbis nincsenek börtönbe. Jobban megúszták, mint a náci bűnösök. Erősen jobban, és ez nekem szerintem nincs rendjén, és akkor majd szánunk majd más videót is, de már itt is megemlíthetjük, hogy egyébként a két diktatúrának a megemlékezése és a két diktatúrára való emlékezés, az teljesen nonsens módon nincs balanszírozva egy csomó nyugat-európai országban, de sajnos még Magyarországon is sokan úgy vannak vele, hogy hát a nácizmus volt ugye a főbűn, a kommunizmus meg hát egy ilyen, hát igen, hogy azért nem volt olyan jó. Meg hát igen, így ilyen el van kummantva. Persze, mert ugye egyszerűen tönkre vert egy több generációnyi embert, akik közül még azért mindig élnek. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy sok munkánk van abban, hogy bemutassuk az embereknek, meg kell tanítani főleg a feljövő generációkat, akik ugye pláne az amerikai filmekből semmi más nem látnak, csak a Hitleréket, mint gonoszokat. Persze. Ugye gondoljatok a Jó barátokra, ahol a Chandler avval szivatja a Joey-t egyszer. Mint amely sztálinos tudsz. Hát igen, hogy Joey, Stalin legyen a neve. Így van, mert Joey művész nevet keres magának, és akkor mondja neki a Chandler, hogy lehetnél Joe Stalin, Joseph Stalin, és akkor mondja, hogy igen, ez az izé. Igen, már csak abba gondolj, mert mennyire durva az, hogy én amikor egyetemre jártam, egy csomó olyan diák volt öregem, aki CCCP-s pólóba ment. Jaj, és nem, és hogyha megkérdezted volna, hogy figyelj, te tudod, hogy mit jelent minek a szimbóluma? Ez figyelj, nem volt róla. Ja, persze. Ez nagyon rossz. Ez, tehát ez borzalmas. Mert hogyha náci horogkeresztes pólóba lennél, azonnal elkapnák. A rendőr állítana meg, ne viccelj. Pedig ugye minden önkényuralmi jelkép azt tiltott. Tehát, hogy ez elképesztő dolog. Ennek kapcsán egyébként majd kell külön beszélnünk, és lesz videó a Soviet Story című filmről, amit annak idején a Gyuri fedezett föl nekem, és azóta én bár azt... ne fedeztük volna föl. Hát igen, mert nagyon komoly már, mint hogy azért mondja ezt, hogy nagyon lesújtó, tehát azt nagyon szomorú film. De nálam például minden évben az lemegy a Töri Fakton, tehát az kötelező. Azt mindig megnézzük, mert egyszerűen nagyon fontos. Ugye az arról szól, ahogyan Ukrajnát kiéheztette gyakorlatilag a Szovjetunió, elvitte a gabonát az anyaországba, és módszeresen halálra éheztetett több millió embert. És ezeket ugye itt látod is képekben. Hát így van, de az csak az egyik szegmens a filmnek. Tehát nagyon nagy vállalás az a film, mert arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogy fonódott össze egymással a kommunizmus, meg a nácizmus egyébként gyakran tényleg ilyen. Hát ha más nem, akkor már csak az, hogy kikitől lopta a haláltábor ötletét például. Visszakanyarodva a filmhez, azt kell elmondanunk mindenképpen, hogy azt is látjuk ebbe, hogy hogyan tudja a diktatúra tönkretenni magát, a szerelmet is majdnem, vagy hát hogy célozza meg ilyen szinten az emberek magánéletét, és az eszünkbe juttathatja az egyik kedvenc könyvünket, az 1984-et. Nem? Emlékszel annak hát a legvégére, hogy ott mit mond? Ugye itt embert árul el, olyat is, aki hozzád közel áll, és abban a könyvben is az egyik legdrámaibb dolog az, amikor a végén mondja, felolvassa magának, azt hiszem, hogy ül a padon, igen, és felolvassa, hogy lombos gesztenyefák alatt eladtál, s eladtalak. Gyönyörű. Ez nagyon mennyire szörnyű, hogy egy szájba kurt állam, aminek annyit köszönhetünk, ezt ebbe is súlykolják, mert az államnak mennyit köszönhetnek, az állam az, aki rákényszerít arra, hogy eláruld a családodat, meg minden. Igen, igen. Szörnyű, igen. Annyira torz.
Borzalmas. Torz erkölcsök, meg minden, fúj. A létezés elleni bűn, mondom, a kommunizmus, és tényleg az, hogy még az ilyen alapvető emberi érzéseket is kiteszi annak a veszélynek, aminek kiteszi, és ez szerintem egyébként erről is szól, vagy legfőképp erről szól ez a film, az egy orbitális bűn, az az igazi emberiség ellenes bűn, túl még egyszer tehát azon a számolatlan áldozaton, akikről, mint ahogy említettük itt Ukrajnát is, tehát hogy kutya nem emlékezik meg róluk világszinten, és ez egy szégyen. Mi megtesszük egyébként ezzel az emléknappal, és ez egy jó dolog nagyon. Mindenesetre a filmben azt is lehet látni, hogy a Stasi ügynök az hogyan kezd el a művészethez is vonzódni. Ez is nekem nagyon tetszik. Ugye elcsen egy könyvet, egy Bertolt Brecht regényt, és azt elkezdi olvasni, eszméletlen gyönyörű már maga a sor is, igen. És amit sokan nem tudnak egyébként, hogy ennek a derék legénynek a nagypapája, a Csorba Győző fordította azt a könyvet, amit itt az ügynök, amiből felolvas az ember. Így van. Na hát ezt rendes vagy, hogy mondod, én egyébként ezt most így nem is hoztam volna szóba a szerénységből, de nekem ez külön nagyon fontos, és egy gyönyörű, annyira szép, engem annyira magával ragadott az a párshoroz, annyira szép, nagyon amit szép. Ott olvas. Igen, gyönyörű. Tudod, mi jut erről az eszembe? Nagyon éles párhuzam. De volt az Equilibrium című film. Igen. Ami meg arról szól, hogy ugye egy olyan világban élnek, ahol az érzés az bűn. És mindenféle drogokkal kiölik az emberek magukból az érzést, igen. És ezért ugye a művészetek mindent tiltott, mindent el kell égetni, és egyszer csak az egyik ügynök az ráérez a művészete, és elkezd érezni. Igen. És gyönyörű, és ugyanezt történik egyébként ezzel az ügynökkel. Ugye ezen a könyvön keresztül, azon keresztül, hogy megfigyeli ennek a két embernek a szerelmét, azt, ahogyan bukdácsolnak ők ebben a nagyon megszorított életben, hát de mégis azért valami olyan meghitt van ott, és az, ahogyan ő ezt figyeli, abba feloldódik. Persze. Tök jó. Jó a párhuzam, hogy Gyuri, mert a kommunizmushoz rettentően hasonló az, amit az Equilibrium című filmben látunk. Egyébként, ha már azt idézted, akkor ott az a vers, mert ott is előkel egy vers, a Yeats-től egy vers, amiben van az a gyönyörű sor, hogy a tread softly, because you tread on my dreams, hogy az álmaimon lépkedsz, ugye az szem a Szabó Lőrinc folytotta talán magyarra, vagy hát többek között ő is. Nagyon szép, és hogy tényleg a kommunizmus az emberek álmain lépkedett, trappolt rá, tette tönkre azt, és nagyon-nagyon szép ebben a filmben, hogy ennek a rendszernek az egyik katonája, ráadásul egy ilyen alantas munkát végző, mert úgy értem, hogy ez a megfigyelés az eleve egy borzalom. Tehát, hogy ez egy annyira aljas dolog, és hogy egy ezt vezető ember hogyan válik jobbá, és nagyon szép, hogy látjuk azt, hogy ugye meg lehet nézni ezeket a jelentéseket. A végén. Annyira elkeserítő. Nagyon elkeserítő, de tudod, az azért nagyon sokat mondó ám, hogy ott Németországban rögtön meg lehetett nézni ezeket, amint borult a rendszer. Tehát itt a színházi rendező az azonnal hozzáfér ezekhez a dolgokhoz. Nálunk tudod, hogy hány évet kellett várni. Konkrétan az én nagyapámat ugye hárman is megfigyelték, mint relatíve fontosabb embert, ugye, tehát művészt, költőt, és hogy mi azt hiszem, hogy 2000 környékéig nem jutottunk hozzá az információhoz, hogy kik voltak, akik megfigyelték. Egyébként nem olyan távolálló emberekről volt szó, tehát hogy szörnyű, ugye, a hangulatjelentések mi egymást. De az is a rossz benne, hogy valószínűleg az emberek, akik megfigyelték, ők is kényszerítve voltak. Sokszor így van. Ezt azért ne felejtsük el. Tehát persze, nyilván. Tehát nyilván. Mondom, ezért annyira embertelen, mert olyan dolgokra késztet mindkét oldalon embereket, hogy az mindenkinek az alapvető erkölcse jelen megy. Hát így van. Ebben a filmben egyébként a történet, amit nem fejtünk ki teljes egészében, hiszen biztosan vannak sokan, akik nem látták sajnos ezt a filmet, nem is feltétlenül az ő hibájuk, ugye mennyire kár, hogy az ilyeneket nem látni ez minden egy héten. Film. De azért Oscart nyert, legjobb film volt abban az évben. Igen, ez jó volt. Ez jó nem volt. Kapott elég figyelmet. Pontosan. Félek azért, hogy nem özönlöttek az emberek a moziba megnézni ezt. És azt akartam csak mondani, hogy azért a dráma milyen szép ebben a filmben, nem? Tehát egy nagyon jó története van, elképesztő az összeütközés magaddal is ebben a filmben, meg hát nagyon jól van vezetve ez a néhány karakter. Szóval egyébként ezt, ha akarnánk, akkor ez egy kamaradarab lenne egy színházban. Az igazság, hogy ami még külön figyelemre méltó ezek mellett, az a zene. Mert ja, az, hogy a zene az olyan érzéseket vált ki ebben a filmben, igen, különösen az emberben, hogy az elképesztő. Igen, ha levágod a zenét, teljesen elveszed, egész más filmet kapsz. Igen. Hihetetlen ereje van itt a zenének. Igen. Pedig az is minimalista zene. Igen. Az is egy ilyen alig nagyobb, mint kamara zenekar adja elő, és tök jó. Különben tök érdekes dolog, én nem,
tehát hogy valamennyit tanultam gitározni, de fogalmam nincs egyébként a zenéről, sose lett belőlem semmi. Ábel tanult zongorázni egy darabig, de ő azért ügyesebb sajnos volt, mint én. Mindegy, a lényeg, hogy nem vagyunk ilyen értelemben megáldva, sajnos. Igen. De hogy mennyire szép az, hogy itt van egy ember, aki úgy ad a barátjának egy ajándékot, érzéseket úgy közvetít, hogy ír neki egy zeneművet, és azt odaadja neki ajándékba, és ő tulajdonképpen úgy csomagolja ki ezt az ajándékot, igen, hogy eljátsz a zongorán. Ez nagyon mekkora szép érzés, igen, lehet egyébként, szép, nem? Igen. Különösen ebbe a köntösbe, meg fú, igen, nagyon szívszorító. Remek, hogy ezt kiemeled. Különben spoilermentesen még az egyik kedvenc jelentem nekem pedig az, amikor ugye a kávézóba beszél a megfigyelő a színésznővel, hát gyönyörű. Gyönyörű, nem, ami ott történik. Tehát, hogy nagyon sok... Tehát igazából minden jelenet fontos ebben a műben, és még egyszer mondom, azért áll olyan közel hozzánk, mert sok olyan művet lehetett volna itt említeni, ami nagy totálban mutatja meg a kommunizmus bűneit, bár igazából nem sokat, szóval mindegy, lett volna olyan, de ez annyira ezt a mikromódon, annyira mikromódon megy bele az ember életébe, és annyira meg tudja mutatni, hogy ezen a szinten micsoda rongálás és kár történt, hogy ettől egyedülálló. Még egy fél szóval annyit mondva a filmről magáról, hogy a rendező ezután persze elment Amerikába, és ott rendezhetett egy filmet, az Utazó című full felejthető szart. Nem tudjuk, hogy ez ott mit történt. A Johnny Deppnek, ugye ez. Tehát az egy rémes film volt. Viszont utána hál' Istennek visszatért a hazájába, és most nemrég 2 évvel ezelőtt megrendezte a Műszerző nélkül című filmet, a Verke Une autort, amit én betettem a legjobb, legkedvesebb filmjeim közé az elmúlt évben, de direkt nem csináltunk még róla videót, 2 okból nem csináltunk még róla videót, egészen elképesztően nehezen hozzáférhető az a film. Képzeld el, hogy magyar feliratot, azt én normálisat alig találtam hozzá, még igazítani is kellett, alig van bárhogyan, tehát nem felelhető szinte az a film. Hát miért a szovjet sztori sem? Hát igen, bár az hál' Istennek most már fönn van a YouTube-on. De azt tudod, hogy Oroszországban azt betiltották. Hát nyilvánvaló. Mennyire jó, nem, hogy ma persze betiltják. Igen, de mindent betiltanak Oroszországban ma, bakker, ami ezt a 60-70 évvel ezelőtti világot pedzegeti. Hát igen, lehet bizonyos dolgokat mondani, mert azért ebben a filmben például, mármint a szovjet sztoriban a Gorbacsov, az nem tűnik föl rossz szereplőnek, mert ő lehet látni, hogy előhozza a régi dokumentumokat, amikben le van írva feketén-fehérén, hogy mennyi ember töltett meg, Hruscsov, a Sztálin és a többiek. Tehát, hogy igen, de persze értem, amit mondasz. Tehát az sok mindent vállal az a film, meg az a jelenkor Oroszországában egyre jobban elhalapozó szélsőségekről is szól. Mert egyébként tök durva. Hát mindegy, nézzétek majd meg azt is, de mondom, arról mi csinálunk egy külön videót. Igen, na mindegy. Arról muszáj csinálni külön videót. Szóval nem lehet eleget emlékezni az áldozatokra, és nem lehet elégszer előhozni ezt a szót, azért, mert ezek a sebek még mindig nincsenek begyógyítva, még nagyon sok embertől kell bocsánatot kérni, és nagyon-nagyon fontos, hogy fölhívjuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy miben áll a kommunizmus lényege, mert egyébként bármilyen döbbenetes, nagyon könnyen vissza tud sodródni ehhez a nemzetközi vírushoz, betegséghez. De el se tűnt, hát Kórában még ez van. Hát hogyne. Hát emlékszünk arra, amikor az a YouTube-on elérhető ez, hogy valami kis, nem tudom, táncoslány, vagy valami kis koreai kislány kiáll egy ilyen nemzetközi rendezvényen, és ott sírva elkezdi mondani, hogy milyen terrorban élnek. Persze, persze. Tehát, hogy nem lehet semmit sem mondani, mindenki besúg a másikról, szörnyű. Hát borzalmas, tényleg borzalmas, hogy ez létezhet még. És mondom, a megítélése teljesen nonsense módon vitatott. Tehát, hogy egész egyszerűen szörnyű számomra látni azt, hogy felnőtt érett emberek relativizálnak sokszor, amikor a kommunizmusról van szó, és ez elfogadhatatlan. Tehát ez a bűnnek a folytatása, és minden szinten ki kell állni amellett, hogy ez ne legyen így. Hát mi most így próbáltuk meg ennek a filmnek a segítségével. Reméljük, hogy ez is sok emberhez eljut majd, hogy megnézitek ezt a filmet. Tényleg nagyon-nagyon várjuk, hogy... Ez az egyik legszebb ilyen. Egyébként tényleg. Az egyik legszebb diktatúra ellenes film szerintem. Hát így van. És a kedvenc filmjeink között meg nagyon előkelő helyen van, persze, mert egyedülálló. De hát sok mindenről kell majd még beszélni, vissza fogunk térni ez a témához, és hát arra kérünk titeket, hogy tartsatok majd velünk ebben is. Sziasztok! Sziasztok! Szeptember volt, kéklő szeptember és csönd. Kis szilvafácska nyúlt fejünk fölött. Ott tartottam halvány csöndes szerelmem, mint drága álmot karjaim között. A bűvös nyár égen a magasban rég észrevettem már felhőcske állt. Fénylő fehéren és fönt mérhetetlen, midőn felnéztem, eltűnt, messze szállt.